2016-ban három tinédzser álmaként született meg a Teddy Queen zenekar Gyergyószent Miklóson. Azóta több lemezzel előrukkoltak, 2019-ben elnyerték az év dala díját, és most egy új klippel lepik meg a rajongókat. Üdvözöljük virtuális terünkben a zenekar frontemberét, Fodor Lászlót. Szia! Szia, köszöntünk! Sziasztok! Sziasztok! Megjelent az új dalotok, Oda nem megyek címmel. Kicsit avas be minket ebbe a címbe. Hová nem mész? Hát igazából a dal egy ilyen arról szól, amikor az ember próbál kilépni egy adott szituációból, vagy egy adott kapcsolatból, ami akár számára kedvezőtlen, és azért teszi meg, és akkor azért lett így ez a címe, meg ez a, úgymond a refréne, meg a tételmondata is a dalnak. Tehát így a mondani valót úgy a refrén szépen egybe foglalja. Aha. És hol forgattátok a klippet? A videoklippet a dalhoz a Kelemen Havasokba forgattuk, Márton Lacékkal, a What's in the Box Productions céggel. A Kelemen Havasokban a Tiha csúcson forgattuk. Lenge öltözékben vagy, és a hegycsúcsnak a tetején egy szál gitárra. Gondolom, hogy a forgatás az hosszasan zajlott. Nem fáztál, és nincs tériszonyod? Nagyon tériszonyos vagyok amúgy. Hogyan győzted erre? Hát ott a csúcson jöttem rá, mert én láttam fotókat a csúcsról, de azt hittem, hogy nem lesz ilyen durva. És mikor oda felértünk, akkor tűnt fel, hogy fú, ez így kemény lesz, de aztán a klipért meg muszáj megtegyem. Uh-huh. 4,5 órát mentünk odáig, úgyhogy már nem mondhattam azt se, hogy na most forduljunk vissza, és találjunk ki valami mást. Ilyenkor mire gondolsz, mire koncentrálsz? Hát közel 1,5 órát álltam ott fent, mire minden jelenetet rögzítettünk. Fújt a szél, meg jártak ilyen vadászgépek is akkor, mikor forgattuk pont, meg láttuk is őket, meg a drónnal is azért eléggé közel jöttek néha hozzám, úgyhogy próbáltam koncentrálni a dalszövegre. És mi zajlott a kulisszák mögött? Voltak izgalmas történetek, amit mi nem láthatunk majd? Hát amúgy ilyen hótalpakat kellett beszerezzünk, hogy fel tudjunk menni a csúcsra. Annélkül nem lehet, megpróbáltuk anélkül is egy-két jelenetet, ahogy megyünk a csúcsra fel, de hát én egyszer úgy belesüllyedtem, így konkrétan így nyakig, és kellett egyszer ki kell társanak a többiek. Ki volt a klipnek a megálmodója? Amúgy Márton Laci volt személyesen. Uh-huh. Még azt árold el nekünk, hogy milyen tervek elé nézel, ugye most jön a nyári koncertszezon, láthatunk esetleg titeket élőben is? Igen, hát most volt egy hosszabb tavaszi turnénk áprilisban, most pénteken Csíkszeredában játszunk, és aztán júniustól kezdünk Budapesten, és onnantól ugye, hát így a nagyobb nyári rendezvényeken láthatóak leszünk Erdélyben és Magyarországon is. Én ajánlom a Facebook oldalunk követését, hogy ott majd mindent pontosan próbálunk közölni, hogy hol és mikor leszünk láthatóak. Na, akkor be lehet lájkolni, be lehet követni. Minél többet, a rajongók biztos már nagyon várnak titeket, és akkor azt ajánlom, hogy nézzük meg, hallgassuk meg az Oda nem megyek című klippeteket. Szóljon!